Gyúgyári kontrollert kell vegyek, igen, mert a kék is nagyon driftel fölfele. És már multizni nem tudok vele. Kell gyári. Mondjuk sok játékban van valami hírség, amiért az a legideálisabb. Hát a legideálisabb, majd azért megkérdezem konzolvilágban, hogy ilyen multi shooter játékokhoz mit ajánlanak. De hogy itt beszéltük a Tomival, hogy a Nakon még ami olyan, de a Nakonnak In an nagyon, age of nagyon könnyen lawlessness and szétcsesződik a despair, stickje. The empire of man lay in ruins, torn asunder by civil war, and racked by famine and plague. Desperate, unscrupulous men deserted the temples of their fathers and gathered in forbidden cults, seeking the favor of the dark gods. And so it was. In the year 2301, did a Kurgan warlord named Asavar Kul united the savage tribes of the Chaos Wastes and made war upon the realms of men. The invaders entered the distant northern kingdom of Kislev and sacked its largest northern city, Prague. They sacrificed its people to their dark gods, and any who managed to flee were driven into the freezing wilderness. The Empire seemed powerless to stop the Chaos Horde, and many feared that the end of the world was at hand. But in the Empire's darkest hour, a nobleman from the south named Max rallied the people of the Empire to resist the invaders, uniting the warring electors in the process. The Imperial army marched to the rescue of the Kislevite capital, fighting Kul's army in a massive battle outside the city walls. Egy skillem, ami nagyon brutális damage-ot tudod kihozni, legalábbis ahogy nekem feltűnt, az az a háromszög. És most folytak ki. Energiában. Viszont annyi, hogy én lehet, hogy a buildem nem olyan, de hogy nekem a... Hát most egész jó bírom, de... Például én most folytam ki ebből. The dark gods were planning their revenge. Szerintem nekem most jelenleg ez a legbaszóbb ultim. HP-ba kerül, de itt 100 és 400 ezer. Ez az a támadás. De az, tehát hogy azzal, hogy én most így veszítem a életemet, úgy okozok is damage-et, meg van olyan skill-em is, hogy minél kevesebb a HP-m, annál több damage-et okozok. Hát ugye, legalább sok időt fog átakarni a utolsó, vagy utolsó key chapter-rel. Ezzel a build-el. De mi vejhajdon vagyunk, nem? Vagy ez a hajnak a szimbóluma most, ahogy nézem? Akkor összetévesztettem. Veryard abba még azért alul is van ilyen, hát hogy is ilyen kapanálnak ilyen részé. Annyi, hogy én most így hülyén nézek ki pucián, csak ilyak meg akarom nézni, hogy bizonyos képességeknek milyen a maxos változata, mint például a dobálós fejszínek. Nézzük. Így néz ki ez a dobálós fejszém. Nincsen rajtam semmi, és úgy sebez ilyen 2000-et. Oké? Még most ebben, hogy így én is kíváncsi lettem. Ugye ezt NFP kiveszem, és akkor megnézem, milyen a hatalmas OP skill-em. Mondjuk a totemesnek. Ez amúgy sem annyira érdekes. 24 ezer, 28 ezer damage. Ahogy ez így néz ki. Bocsánat, csak közben elkezdtem leinstalálni a World of Art. Tovább, ilyen a... ennek
Szerintetek amúgy lesz még az ultinkhoz valami negyedik mozdulat, negyedik kör, vagy ez lesz a max? De már így is ki van maxolva az a három körre. Nem hiszem, hogy lesz új. Bár mondjuk van egy csomó ott space, de nem hiszem, hogy háromnál több lesz. Így is csoda, hogyha összeszedünk kettőt, vagy egyet. Ellenőrzés. Arra nem is beszél, hogy a harmadik skill is egy olyan, hogy egyszer elnyomod, és hogyha nem olyan a builded, vagy mit tudom én, akkor az így csáó. Pillanatot kérek tőletek, csak szeretném, ha azt látnám, hogy megy a live. És állítólag megy, csak nálam még nem tudatosította ezt így. Minden nagyon irányítókult kérek, szépen. Mondjuk, ha már skill megnézősek, akkor még megnézem, hogy a közel a skill-em ilyen segítése van. Hát ilyen 30 ezeket kütök, és 100 ezeket kütök ezzel. Dolbal. Megállt ezzel is rossz, az egész. Egész jó damage van. Megint meg is tartom. Távolra amúgy is ezt használom. Ez a belet. De erre meg simán. Gyertek végére, én elgondoltam arra, hogy tőleg is csak ez a parvázis. Na ez lesz majd a maxhoz kicsit, hogy nekem a ideje. Látom. Ezt a HP-s tőleg. Na, tehát azon van, ne? De az már alapjáltam maximumban nekem. Jó, van, akkor mindig. És tényleg? Te benne vagyok a... És meg valami nagyon meghűjtette a profilomat, na de végre benne vagyok, jól van. I mean. Ezt muszáj megosztanom. A macskák és a kutyák. Köszik különbség. Azt mondja, hogy... Hát igen, nekem nagyon nincs mit alakítanom magamon. Mert pont úgy fejeztem be a dolgot. Úgyhogy... Én oda megyek a portálhoz, aztán... Aztán... Induljunk meg. Na és hogy... Basszuk szét. Na várj, ez így nem jó. Ha? Nem csak nézem, hogy... Most éltem az egyiken, hogy egyiket legyengítettem, a másiknak meg a képességét felerősítettem, és konkrétan valamilyen oknál fogva úgy kevesebbet dömizsák. Ami furcsa, mert elvileg pont fordítva kéne, hogy működjön. Nem mindig így is szállítottam. Ja, aztán majd még kell. Jányja, pokol, vagy mi a fasza? Tehát nem tudom, ez ilyen lila pokol. De nem is rossz az azért közel volt, hogy elvedes. De rossz, hogy csak most kezdtem megszokni, aztán...
Unleash my anger! Only dust will remain! Eu tenho que as roubar. Tá até que você quer dizer, pronto. Não quer nem mais lá, né? Ok. Basta. Hogy mi vagyunk, akkor nagyon gyorsan végigásolnánk szerintem. Ez a szinte, ahogy vagyunk. Hát, az öcsém én ne panaszkodik. Az anyukánknak, hogy... hogy én nem kértem csak saját magam nevébe időpontot a Borbélyhoz. És az öcsémnek miért nem kértem időpontot? Hát nem mondta, hogy most kell időpont. És azt mondta, hogy most akkor kérjél neki. Mondom, most. Most. Most rögtön? Hát az már kicsit késő van, nem? Hát nem az, egyik az, hogy kurva késő van ahhoz. Egy szombat van, ilyenkor nem dolgozik. Na. Jövök, ugye. Jövök. Jó felé jövök? Erre vagy te? Követem a pénzet. Köszönöm. Ez már valami. Követem a pénzt, meg a lootot. De nem tudom, nekem az egy kicsit kényelmetlen az. Egy csím helyébe. Miért nem tudja ő felhívni őket, érted? Miért nekem kell izé babysitterkednem, hogy az öcsémnek kéne izé hajvágás, igen? És hány éves ez a csíd? 21 lesz. 21, já, de még jól tudom a saját a csodák. Mert itt én végigérek a pályán, addig mindenkit elintéztetek. Only dust will remain! Mondjuk most már tök mindegy, hogy hányas szintű vagyok, mert maxos vagyok. Szerintem kapunk. Én mint hogy úgy érztem volna. Most Dominikot látom egyedül. Igen. Face me if you dare! De én beszélek. Nálam meg én. Come out and fight, you wretches! Or by Grunny, I'll smash your realm to pieces! Mivel ugye én most felnőttem szintet, de nem láttam, hogy kaptam volna pontot. Aha. Hát akkor lehet, hogy nem. Csak nekem megmarad. Csak annyira hülyéjünk ki, hallod, mert hogy nekem van maradék 3 darab. Hát úgy kell beosztani. Igen. Kivitekozni. Amúgy, ha már beszélgettünk az önfejlesztésről, szerintem nagyon fontos az önfejlesztés. Mert az a boldog úgy nem lehet az ember, hogy nem ismeri önmagát se. És ha még nem ismered önmagadat, addig más se tudsz rendesen megismerni. És viszont nekem kell majd egy valahonnan szereznem egy időmenedzsment tankönyvet. Who dares invade our realm? Mert abban van mit fejlődnöm. Az időmenedzsmentben. We will offer up her agonies as a gift for a master! Itt olyan agresszív emberek maguk van. Nagyon ilyen. Nem áll, ledobtam a turettemet! Hát az nagyon ügyes vagyok. Az én látom.
Szabadás újra szállni. Tettünk egy kört. Tettünk egy kört. Én ezt a tüskét már láttam. Szerintem eltévedtünk. Ezek hova mentek? Ők is eltévedtek. Kérlek, hogy... Nem úgy volt az, de figyeljetek, jó, ha elfutunk mellettük, hülyének néznek minket, és én ebben hagynak. Hát bevált. Ja, ez az Ayana stílus? Na most a hologram vagyok, vagy nem? Vagy inkább a Scooby-Doo-s. Beöltözök, szórakozok egy kicsit, aztán igen, lelép. Aztán lelép. De én amúgy a Scooby-Doo-ba én azt szerettem egyedül, tehát hogy nekem a bozolti Scooby miatt volt. Amúgy az egyik a legvadonatújabb Scooby-Doo-t láttad, én ott elhánytam magam, hogy mit csináltam. Nem fedde. Tudom, mi a címe annak, mert mindig van valami alcím. Azt nem tudom, azt ugyanezt csak összefutottam vele egy ilyen részlet, és megmutatták, hogy ott milyen például Fred. És Fred az meg ott egy ilyen kis csicska buzi gyerek. Csicska buzi. Mert mit, hogyha amúgy nem lenne, de mit, hogyha amúgy sem lenne az. Tehát, hogy... Hogy maga az a... az a... Hogy is mondják? Az a sejemkendő nyak... csomó, ami rajta van. Meg minden. Csak annyi, hogy eddig mindig ilyen testesebb pasi volt. De. Scooby-Doo. Oh! Level 17-es. Kérem. De hogy ti hol vagytok? Közben vissza fele. Ah, na most látlak titeket a térképet. Azt tudom, hogy valahogy meg lehet nyitni a nagy térképet a fölfelével? Igen. Kicsit könnyebb lesz így követni titeket. I see. Only dust will remain. Imádtam a régi Scooby-Doo-t. Azért olyan visszafogott kis aranyos kis mese volt. Itt mindenki menekül, de ilyen laggosabb. Ezek is Rainbow Eggeresek, tuti. De most amúgy igazán visszatérve erre, tudod, amit itt Mikey mondott a Rainbow Eggeres szabályzatról, hogy most így nagyobb pingel fognak kezdeni meg minden.
Megjött a Gergő, ő meg azt mondja, hogy amúgy attól függetlenül, hogyha beriportolod, bannolják őket. Tehát lehet őket mindkettőt, tehát lehet riportolni, és meg van. Nem tudom, tehát a szabályzat nekem annyit mutatott, hogy csak ezért a hackers. Meg ez a kibassza a meccsből, meg ilyenek. Csak hamu marad belőle. Masha needs to be stabilized first. Ez vicces, hogy ilyen túlvetődött, hogy ezt tudok lenne. És éreztem ezt, elveszem őket. Egy-két skillnek az annyival hasznosabb, mint ez a két kell skill. Lehet én le fogom váltani, mert nem sokat használom, csak akkor, amikor ilyen nagyon nagy tömeg van. Hát én a Gatsby-ből csak ezt a területi damage-t csinál, használom semmi más, mert a másik amúgy csak annyi, hogy egy kis idő sebezhetetlen vagyok, illetve nem fogyasztok energiát. Nekem is csak ez az egy van, viszont a passive skill-ek között vannak jók. Mi volt az a vörös? Igen, van vörös. Most már. Ó, itt van csáp. Ajaj. Jelzed, itt lesz valami Kraken. Elfut megint. Ja nem. Most ott az élete. Na, nincs hova. Nincs hova menekülnő, puttony zabáló. Hát ez meghalt. Most én használtam az OP skill-et. You may yet survive this demon if you are wise. Ja, tell hát me the name of your master, and I will spare you. My master is known by many names, Elf. Not even I can remember them all. Give me a name, wretch. Tell me or be destroyed. Stay your hand! I will tell you this secret. Make of it what you will. My master is Axarath the Desecrator. That is my gift to you, and my curse, for it will be your undoing. Return to Neolin. Let's go. Azon röhögtem, most a VR-nak volt egy olyan videója, amiben a ilyen elcsesztett tetoválás, meg a vicces tetoválásokat nézegették. És volt egy de komoly Harry Potter. Na várj! Mi az a... Believe. És akkor... Baszki, ez nem is Harry Potter, ez John Lennon. You were gone for some time, Braggy X-Biter. I had begun to fear the worst. Tell me. What have you learned? Axarath the Desecrator! That's the name you're looking for! I know that name. It is a powerful demon, ancient and steeped in corruption. Corruption. I must consult the lore and learn what I can about Axarath.
szintet léptél. Extra skill point. Akkor még a küldikből kapok. De az se izé. Az se izé point, amit a izéke adunk. Hogy mi? Nem is mutat nekem skill pointot. Milyen pontot adott az akkor mi? Tudom, ez az volt a menü. Már level 9-es vagyok ennél a parasztnál. Szóval akkor már igen. Ja. Ja. I have learned much about our enemies since last we spoke. Defeating Axorath will be no easy task. It's terrible indeed. First, we must deal with the Demon Prince's followers. Once they are destroyed, the first phase of the plan is simple. Kill everyone that stands in your way. I'll see to it. Viszont miért még tényleg bemennénk a küldetésre, most én is megnézem a passzívjaimat. Most lebeszéltük, hogy mi a következő akció, kész, mit kell csinálni. Ja, rossz. De akkor megint ezért kell használni majd a karikás túrát. Ti már beismertek a küldibe? Hát én biztos. Hát jó van. Akkor... Nagyon más nincs mit csinálni, mert úgy mondottam pontokat nem kapunk. De kapunk. Kijönnek, nincs jött. Kapunk pontokat. Hát elvileg kapunk, én... Nézem, de nem változott a pontszámom. Mindjárt megnézem én is. Nekem most hárman van. Itt az elején... Jézusom, mi ez a lag? Törd. Szívesen mondanék valamit, de nem akarnak jinxelni. Mit? Mit csinálni? Jinxelni. Várjál, hú, erről már beszéltünk, hogy ez mit jelent, nem? Ezt tudod, amikor elszólod, elszólod magad, igen, igen. Amúgy nekem sincsen jobb, tényleg. Tehát több ponton nincs. És akkor várjál, melyik a God skill-em, azt kiszedem. Mert amúgy a God skill-em az még mindig alapszinten van. Most kipróbálok valamit. Ezzel állítanak mind raktam le, de hát ez nekem nem izgató dolog. Kivesszük. Van 9 pontom. Ez mit ad? De ezt sem tudom talán. Bless Boiler. Aha. Superior. 10-esig még meg tudom nyomni. Lehet 15-ösig miért nem? Mert minusz 11 kéne. Miért? Na várjál. Ez mit ad? Safe distance. Stun chance. Állítólag így a boilerem könnyebben fölrobban. Ja nem? Nem? Csak több damage bónuszt ad. Only dust will remain. Hogy ezt te is meg tudod csinálni?
hogy a faszomban ne, de ez nekem tudod, nézd már. Nyik! Nyik! Ez mekkor a komikban az, aki megjelkezte a kezét, te meg csak... Nyik! Viszont ez így nem tetszik, baszki. De előbb beszéltem, mikor először szóltam, vagy mikor az első mapfészt szóltok ott a csatornán, vagy ilyen szarságokat meg tudok csinálni, hogy én levágom az egészet. Bro, nem szétek el. Mikor emelje? A Tomer? Itt állt, hogy itt a följötté. Na most én miért nem tudom ezeket kifejleszteni? You can change your skill at the moment. Ja, azt nem mondtad, hogy itt a küldetésben nem tudom megcsinálni. Dehogy nem. Tehát, hogy kifejlesztetted a... God... Mi az abban a fába, hogy eléd a alapot legalább. Egyiket, igaz? De az a baj, hogy itt a fát nem tudom tovább vinni itt küldetésben. Most azt írja, hogy jelenleg nem tudod kifejleszteni. Viszont az nekem annyira nem tetszik így most így, hogy így most egészben látom a helyzetet, hogy konkrétan alig kapsz pontot a játékban. Ahhoz, hogy egy rendes bírót össze tud rakni, ami teljes. Valaminek hiányoznia kell, vagy több passzív, több aktív skilleknek hiányoznia kell, hogy tudja olyanokat felbildelni, ami fontosnak tartasz. Hát, nem tudom, mert hogy én most jelenleg úgy tudom, hogy van három sima képességem, és egy guard skill, a többi az perk, és én így szerintem elég jól meg vagyok. Tehát azt mondod, hogy igazándiból nem is kell annyi aktív skill, de akkor nem tudom, nem annyira színes a karaktered. Hát figyelj, nekem mindegyik képességem hármas kivéve a guard skill-t, és eléggé jól el vagyok. Na, arra kell mennünk, de hát ott volt út. Főjön. Az képest, hogy egy csomó minden nagyon minimális játékban mondhatni, a skill rendszer az egyetlen, ami van mélység. Tehát, hogy ezzel kapsz egy X pontot, és akkor azt tudod be, hogy hogyan build-ed a karaktered. Ja, jó. Nem pedig az is, hogy mindenféle dolgot megkapsz, aztán erre kell menni. Tehát, hogy max kapsz mindenféle pontot, aztán ki tudod maxolni magad. Baszki, én most kiléptem a pályából? Te oda följöttél, ahol mi voltunk? Igen. Nem, arra kell menni tovább. Ahol az a rácsos kapu volt, és ott telepod. Oké, jó, akkor megnyugodtam. És akkor, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor utána mehet a Space Hulk, hogyha itt befejezzük ma. Azt kérde Zsoltina. Egyre még Zsolti benne volt abban, hogy azt csináljuk, csak reggel úgy mondanán gyűjtünk össze. Az csak annyi. The Sentinels have been wiped out. What's next? Well done. Now we are one step closer to the source of the Demon Prince's power. There is still difficult fighting ahead. Return to me when you are ready, and we will begin the next phase of the plan. Return to me. Yeah. Valahogy én is így jártam. Now that we've done, you must descend in. Akkor most szarjuk le. Elsképpen nem is. Hát igazából tudjuk, hogy mit kell csinálni. Most zavargást csinálunk, hogy aztán a káosz szint összehatol. De amúgy az tényleg... Kéosz. Nem? Hogy princess. Te ne tudja már démonok esetén. Tominak egyre megy, Luke mindkettőn van.
Mondjuk azért nem panaszkodhatok igazániból így amúgy a Rainbow-ra, mert attól függetlenül, hogy egereseket kaptunk, azért elég sokszor nyertünk, nem? Kár is, amikor én is kaptam. Nem tudom, legalábbis én nem tudom, hogy talán egyszer vagy kétszer, de nem állom egy külön esetben. Itt el. Ez mi? Kill the chaos disguise. Jó, ugye meg kell csinálni azt, hogy oda menjünk. Aha. Igen, biztos, hogy ezt a lángosat ki kell fejlesztem. Mindjárt meg kell mindjárt kitalálom én, hogy fejlesztem. Tudnék csinálni egy olyan biadet, hogy az én csak lángszórózom, és egyfolytában robbanok, akkor az nagyon menő lenne. Igazi klasszikus lenne. Ezek a gárdjének az a kecskés fejé? Nem, még nem az. Csak hogy minden szír szerintem, amit megyünk, az feldolgozás utána, hogy egyszer nem úgy csinálnék, hogyha megérezném a 40 370 ezeres speedelmem van. Igen, mondja valaki, tacsa én te lángos, mi? Na, hagyja már, csak a bajusztam gyulladt meg. De négy parat változom, tesó. Ez így... Rélekben is így működnének, elég magas a statod, akkor megsérül az égés. Ja. És akkor tényleg lenne ilyen, ilyen izé... Gilek Active Fusion Hot Blade, vagy valami ilyesmi, és akkor izé... Csak is, izé, százas szintűeknek. Nem volt arra semmi. Arra sem. A faszat. Akkor zárkodsz az egész, de jó. Esküszöm, sokkal jobban járunk, hogyha szétválunk, mindenki elmegy valamelyre, azt felfedezzük a pályát. Jáve. Hát, de akkor most nézzünk itt térképet, tehát hogy... Merre lehet még elmenni? Aha, arra. Oké. Hát akkor... Zöld, te elmész. Arra, akkor kék is megy vele, jó, kirendben, akkor szétválunk. Most azért, mert most a nagyobb térképet nézem, és onnan jöttünk. Ja, értem. Akkor még se válunk szét. Hát, nem feltétlenül muszáj, csak úgy alakul. Én pedig nagyon szeretem, mert ezt Covid-ban is mindig úgy napják el a szörnyeket, hogy ketté válnak. Tévának a mellett, hogy te vagy most a nyúl a csapatba. Igen. Bozolt, te legyi nyugodt az Covid-ra, én meg viszem Diana-t és Wilma-t egy menetre. Sok sikert, srácok. Érdekes, és érdekes, mindig Bozonték találkoznak a szörnyel. És rohannak oda a...
rohannak oda a Fredékhez, hogy jaj, jaj, jön a szörny. És gondolj be, hogy akkor Fredék gyorsan, hogy oh, gyors, baszd meg, hol a övem, adjátok ide. Vilma elfejtette felvenni a melltartódat. Gyors. És amikor rájuk nyitnak, akkor ez a fütyű része. Jó, veletek meg mi van? Hol voltatok eddig? Neked más CD-t adtak a Scooby-Doo verzióiából. És köszönöm, azért csak azért kiunokom azt a skillt, hogy movement speed, hogy lépést tartsak előtt. Az a baj, hogy nekem is ez az, hogy amúgy igazán debugetsz, én vagyok a legjobban lemaradva tőletek, mert egyszerűen nekem nincs olyan sprintem, mint nektek. És mi volt az, hogy a négyzet skillet, hogy olyan, mint nekem, de a feladatok, hogy kicsit. Az nem annyira hosszú, nem annyira hosszú. Ez csak egy ilyen suhanás, aztán cooldown is kell. És a cooldown a bazd meg. Oké. Oké. Megöltem. Neked is volt egy bosszot? Ott voltam arca. Vagy ez te ott voltál? Nem láttalak tőlük. Olyan kicsi vagy, hogy nem lehetett látni a nagy szörnytől. De a fasz! De a fáj túloldalán vagy. Na te honnan vagy? Én a túloldalán vagyok. Amúgy már bele jó, tudunk menni. Igen, akkor ezt mondta, hogy te is megöltetett a bosszadat? Meg, de én nem emlékeztem, hogy ott is van kapu. Ott is volt? Várjál. Igen, mi a fasz? Viszont rájöttem arra, hogy eddig mindig olyan hajakat, tehát úgy zseléztem be a hajamat, és olyan frizurát akartam magamnak csinálni, amit az egyenes hajszálú emberek csinálnak maguknak. És nem az ilyen kibaszott nagy afrogöndör, mint ami nekem van. Úgyhogy hát az a helyzet, hogy valószínű szemléletváltáson kell átmenjek frizura terén, és kell nézzek olyan modelleket, akik göndörhajat viselnek. Tjű. Hát tjű vagy nem tjű? Az a helyzet. Olyan erős a hajszerkezetem, hogy hiába próbálom én egyenesre kifésülni, meg zselézni, akkor is össze fog ugorni, szóval nekem ilyen göndör hullámos. Figyelj, akkor ennyivel én meg átmegyek Eisenbergbe. Amúgy is mindig az a viccek, hogy azért. Vagyis lenull a gépezet, vagy mi? Lenull, igen. Eisenberg. You're goddamn right. Ezben én leborotválnám a fejemet, úgy nézni ki, mint a Dr. Genya. De ti hol vagytok, hogy a beszédet indítatom? Még ne indíts kérlek, egy nagyon picit tökölök gyors, szóval azt mondja, a Tourette-t amúgy jó vicces volt, de nem használom. Tehát, hogy így most van 13 pontom, a lángszórót használom. De még az Explosive Rush-t is ki kell vegyem, hogyha úgy van, hogy van 23 pontom. Most kimaxolta ezeket. Most az lenne a jó, hogyha ki tudnám maxolni a passzíveimat. Most az menne? Így. Ez mit ad? Damage taken, damage assessment. És még van 15, tehát mondjuk nem oda, hanem ide. Még milyenek vannak itt? All mill attack deal more damage. Alternative between damage reduction bonus, damage bonus. Being attacked by enemies chance to stun them. Fire damage increase overheating, increase this damage even more. Mhm. Jó. Ezeket így beraktam. És konkrétan megcsináltam azt. A Fury of the Mountain! Only dust to remain! Ne? Nem, most kicsit módosítottam, és most már maxosan az a... Tehát az összes képességemet használtad maxos szinten. Igen?
Na, kivettem olyan társadalmat, tehát hogy inkább leépítettem a Rage-ről, tehát hogy azt foglalt egy csomót. Úgyhogy használtam annyira, hogy most az nagyon kelljen. Én most például átrakom így az R2-ről is a cuccost, ha megtalálom, hogy hol van. Én kimaxom a Phoenix rendjét, kíváncsi vagyok, hogy néz ki úgy. Az igen, geci! Az igen! Már kiégett a szememet mondhatni. Ez megérte, ez már skill. Exeropatronó meg volt. Már megint a Patrikát neki is megmutatod. Ez megmutatom. Hát itt vannak a passzív gut skillek, meg az ilyenek, de nem tudom mennyire éri ezeket használni meg. Using skill cooldown chance called to the lelda. Na, kivettem az egyetlen támadó skillet, amit nem használok, és így pakoltam a passzívra, így most még több damage-em van, meg még több energiám elvileg. Olyan, hogy Galician Pitch Master-ed, hogy ezt használom. Oké, akkor ezt használom. Nem tudom. Rámegyek a képességekre, és kíváncsi vagyok. Na most engedi, hogy Voltai Whoopert, meg az ilyeneket kifejlesztem. És azért van egy pár pontom nekem, tehát hogy most tudom magamat itt maxolni. Favor points left zero. Akkor lehet, hogy favor pointokat kapunk? Inkább. Jó, csak most hol használjuk. Hát hova a gyertyához? Grad skill tree. Nem, oda sem, mert nekem az zero-n van. Kevés. De akkor az a gáz, azt se tudod kimaxolni, tehát ki kell választod, hogy mi az, amit vele húzol. Pontosan, igen. Na. És ez nekem annyira fura. Hát nem tudom, azért ilyen típusú játéknál szoktak ilyet, hogy szándékosan, hogy ne tud kimaxolni az persze, egészet. Persze, ez túl ott ilyen. Azért is van négy loadout, hogy úgy építsél ki, ahogy neked jobban tetszik. Mondjuk igen, ez jogos. Minden Voltai Vapor-t, azt ha jól tudom, használom. Vagy legalábbis használtam. Blast Boiler. Cutter Speech. Amúgy, néha meglep, hogy milyen filmek megjelentek idén. Most nagyon megy ez a Mario film, de engem tökre meglep, hogy megjelent a Tetris film, amiről láttam előzetes, hogy már... Ah, igen, valami olyasmi is van. Engem, de még a múltkor égetett ki, amit szerintem beküldtem a csoportba, vagy nem tudom, Patriknak biztos elküldtem. A Mario és az izé... Ja, mert hogy Patrik, ezt figyeld. Jézus, ez a... Ez ér, ami fölgyűjtik őket így van alba. Ez a maxos szintje. Nekem pedig ez a maxos izé... Hogyha... Hát tényleg azt még megsőgöttem. Jelenleg nem tudom, hogy a támadás van. De a maxos gas kill az így az. És akkor meg is vártam szőre. Én viszont amúgy a gas kill-et nem használom. Mert nekem semmi ilyen gas. Nekem a gas kill-em az vagy az van, hogy kalapáccsal csapkodok, vagy tényleg ez a... Csak úgy csapdossa a földet, de hogy annyira nem. Most még annyit akarok, hogy az alaptámadások, hogy azok nullába kerülnek alapszinten. Yeah. Tehát, hogy azokat is így berakom. Csak azért, hogy miért ne. De amúgy legerősebb támadásom, mert akkor így benn van a pisztolyos, meg benn van a darálás is, de hogy ezeket úgy annyira nem használom. Majd. Dísznek én is így. The chaos beasts are dead, High Lord Master. És ezért módon tették itt a nejük, hogy... Now there will be no war when we move to destroy Axorath's source of power. Hát figyelj, arra valaki a fogsz ki. Most is plusz 5 pontot kaptunk. Hát elvileg kapjuk, de én nem látom, hogy kapnánk. És amúgy igaz, tényleg nem kapjuk.
ez így nem vágom. Lehet, hogy van olyan, aki túl könnyen jut ide, és now még nem maxos. Hogy? In the realm of chaos. Motherfucker. Milyen lenne már izé? Néger törpe. De van, van olyan baszki. Bocsánat, tényleg. Igen. Valamiből van, emlékszem. Nem a felsorából akarod mondani az izét. A malac lavagoló. Lehet, hogy az az. De lehet, hogy keverem a Witcherre, mert a Witcherben volt az, hogy volt a Gará, aki egy teljesen kitalált tünde volt benne, és az meg Néger tünde, már itt a sorozatban. És a tünde nem szerepel, tünde nem szerepel, de ők akartak egy Néger tündét, és így lett. Kész. Azt hol ez a skill? Áh, jobban megy a robbangatás. Ezzel fogok izé kiégni, érted? Hogyha a Marty-ban is a mágusomnak ilyen tűzmágiai lesznek a legópébben, hogy... Ott külön vannak ilyen elementálok, szkijei. Ó, baszki! Néha olyan, mint hogyha magam után húznék még egy kis lángot. Lehet, hogy ez egy passzív képesség a hatása. Na. Hát figyeljétek, hogyha úgy van, akkor izé. Most attól függetlenül beszéljétek le Zsoltival a holnapot, aztán... Tényleg úgy jött a legelső kopalka. Ó, a robbanás után ilyen tüzét húzok magam után. Tűzcsíkot, ezzel kurva nagy. Ez mondjuk tök jó. Aztán tényleg kiderül, hogy nálam is sokkal OP-bak a passzív képességek. Hát nyilván az is segít, hogyha arra is ráépítesznek csak a támadásokra. Kicsit lelöktem a kis némbe. Valóan leszek kíváncsi, hogy a most képességek, vagy ilyenek lesz nekem majd a... Ez már Tyrban, mert ott csak azt néztem, hogy ilyen fakszerűen fölöltözteted a karaktert ruhába, fegyverekkel, ellátod és kész. Van. Ott is vannak. Ott is vannak? Igen, én például az elemente vagy, ott ilyen elementelre van nekem felosztott szintén. Úgy nagyon rendes volt a játék, mert volt egy csomó kiulókolva, amiben nem voltam tisztálva, és így... Mindenféle gombra be tudom állítani őket. Még arra is be tudom állítani, mert az új game volt eredetileg, és így próbált ki őket. De hogy nincs ilyen testing room, úgyhogy így menjek üdikre, aztán nézze a start. Töntsd el, mi jó-e. Plafon felgyújtva. There lies the entrance to the hidden path. Now to destroy the shrine. Mm-hmm.
Boba Fett. Azért látom, hogy van az a díjás, és szalják. Átmennek rajta, és a negyed HP-ük, egy 3-4 HP-t áll, úgy is. Na, te mit tudtok? Ez a shrine. A fury of the mountain! Fury of the mountain! Hát itt már annyi dialógus sincs, mint az előző chapterekben, itt már csak a hisz is ősz. Azaz. De ez már nem is szerintem ez már nem is tartozik a sztorihoz, no? Vagy de? Igen, ez az utolsó chapter. Jó, hogy ez az utolsó chapter. Tehát, hogy most az van, hogy most elbújt ennél a hercegnél, az a boszorkány, aki látkozta a királyt. Uh-huh. És mi most pont az, hogy ilyen zavargás keltünk meg ilyenek, hogy kijöjjön a herceg, hogy megküzdjünk vele, hogy aztán be tudjunk menni a banyáját. It's done. The shrine's destroyed. I know. I felt its destruction through the portal. Well done. Axarath has suffered a terrible blow, but he will quickly recover. We... Ajjajaj, így mondat közül. It's time, Bracky Axpite. Axarath, you let go. Egyik készre van, tudom. Enough talk, go. Viszont tudom, hogy van egy DLC rész is, amit így kaptunk a játékhoz, de én szerintem azt basszolnám. Nem érdekel a 6. fejezet. Kicsit szomorú, hogy ebbe folyt a játék a végére, ilyen... Hát... És olyan... Elég minimális be. Lámadjuk, hát eddig itt... Bohemet kapott be az ég alapjának. Igazán értek össze a dolgok. Azt szeretem velem belül. Nem azért, tehát hogy én is bűvöm azt, tehát hogy végül csak annyi volt ügyetszik kettőt, hogy nincs. Hát, jó, de most mit akarunk meg? Csabot, benne vagy. Ezért már nem hagyom, semmi biztos nem tudom, és meg a bónuszt is. Hát, ez persze, csak érted, hogy... Nem olyan típusú játék, amit így többször végig tudnánk játszani, hogy valami. Szeretett a sztori fókot, aztán beletezik. Erre gondolsz, hogy... Nekem eddig ugye már nem lesz a jó. Nekem ugye a Warhammer-ek közül nekem is eddig a Vermintek tetszett a legjobban, meg a Blood Bowl. A Blood Bowl, hát igen. Mert tényleg a Blood Bowl az jó, ki lehet dolgozni, azt ki lehet dolgozni rendesen. Meg a Vermintide is valami, azt mondja, oké, nem olyan sztori, olyan. Tudom, hogy 40 000 valami neve.
Nekem például a Space Hulk, amit Zsoltival játszottunk ki. Én arra is azt tudtam mondani, hogy egyszer elmegy. Aztán jobb is lehetett volna, csak az, hogy egy ilyen kicsi lapocka volt. És igazániból nekem nagyon az vett el a kedvemet szerintem, amikor kiderült, hogy a speciális pályák azok olyan nagyon lókik kérdés. Bár még így is még mindig egyébként a pályák. Bóztuk ennek a végban. Hát az ilyen szállóigé lesz szerintem köszön. Ez az elgondolom az üres. Hát igen. Valamelyik sikeres. Például nekem így a sikeresebbek közül nekem mindig az Omega még szerintem az úgy kitartotta a hét a végéig. Szóval Show me Zombie Trilogia Sheros, csak annyi, hogy ott még nem mentek rá ebbe a fejlesztési RPG-s stúdióba, hanem ott egyszerűen, mint a Sniper Elite-nél mész és lövöldözöl. És you will suffer for what you have done, dwarf. I swear it before Almighty Tzinch. Your agonies will last for a thousand years. És hogy ugyanúgy pár területen találnak ránátokat az ősszereket. És ilyen nagyon speciális képesség. Ez is megvan. Megpörköltük egy hamar. Semmi esély. Hát nem tudom, azért tényleg egy izében, egy Diablo-ban azért jobban megizzadsz, akár normál fokozaton is a boss fight-oknál. Az hát elején. Ez már hol megizzadás? Tehát, hogy itt vagyunk hardon, egyáltalán egy nehézség oda van, amíg fel tudom vinni a játékot, de azt hiszem, hogy tudja történni a lépést. Hát nem, itt már így a botok is már azt mondják maguknak, igen, most kinyílak még minden, meglátják a háttérben a Doomszünet, tudod mit, elintézem magam. That was a deed. Oh, kérlek, ne, megtiszteltetés magammal végeztem. There is no arranged for the port. Whatever this get do for just do that. Na, hagyj engem el a szarjaimat. Én is csak nem tudom, hogy őket. Feltúrnételjük pontosan, ne legyek. Ti még donételtek? Hát azt... Nekem azt mikor fogtok donételni? Krenni spear! Ó! Jó, kicsit. Most
szoktam eljönni. Ennyire tele vagyok, ez hol? Jó, mondjuk van olyan sisak, ami jó. Nagyobb kesztyű. Én már most néztem, hogy más cuccokat is be lehet rakni, csak azok nem voltak annyira feltűnök, mint ezek a kis bogyók. És milyen más cuccot tudsz még berakni? Hát azt a korongot tudod még belerakni, hogyha úgy van, illetve ezeket a háromszögeket. Mert hogy azok a, mi az, ezek a gyöngyök között van a háromszög, ott meg legfelőre meg be tudod rakni azt a karikát. Ezt nem figyeltem, aztán azokat nem raktam be. Sajnos csak egyszer lehet ezeket upgrade-ni, szóval. Na, mint hogyha érzékenek a különbséget az OP meg az OP közt. Hát ez... Hogyha valamint nem tudtam túltani magamat, az az, hogy mennyire brutális OP-ság lett a játékban, hogy lettünk így játék. Hát közepétől kezdve, tehát már a második fejezet OP-től. Szerintem az első fejezet az volt, csak azért volt hosszabb, vagy azért volt hosszabb, mert még ki kellett fejlődni. Anyád! Hol van zuhantál, te rohadék? Gyere ide! Nézd vissza a helyedre, a többi közé! Na, már itt van a boss. De konkrétan tudjunk a fejezet végén, az ennyi volt ez a fejezet. De most két boss van. Most nem tudom, most tényleg előző volt a Prince? Az a nagy sárkány szerűség? Igen, az volt a Prince, ja. Ez egy rövid fejezet volt, hogy még hol tartunk? Hány? You. Egy percnél. Nem tudom. Neked mi bajod? How is this possible? Egy óra. You said she couldn't follow us. Ja, te, hogy vele vagy, jó van. The realm of chaos, much less. Hát, hogy erre voltam. There may be more to this dwarf than I thought. Nem, ez a boss az vele van, a bossival. This is all because of Teclis. I told you he would be trouble. Brother, you fret like an old fishwife. Everything is under control. De most sor nem beszél, hogy nem tudta. Skrilling said, hogy nem juthat ide. Skrilling knew me as Helspeth Bale. But once upon a time, my name was Helspeth Voss, and I was a merchant's daughter in Nome.
In those days, I wanted to be a scholar. But the university did not accept women. So, I chose a different path. And I was a very attentive student indeed. I grew powerful and careless. It was only a matter of time before the witch hunters took notice. And who should catch me but my very own brother? If you could have seen the look on his face. That's enough. Ah, my brothers. He my knew brother. He couldn't arrest brother. Me. Not without bringing suspicion to the entire family. It would have ruined his precious ambitions. Time is come. I said that's enough. My brother craves nothing so much as power, you see. That's why I knew he would agree to my plan. And what does he gain by betraying Magnus and giving you Horde? Her? She doesn't want to lead the Horde. I'd rather rule from the shadows. Let someone else assume all the risks. What then? You kill Magnus and put your brother on the throne? Don't be ridiculous. Magnus isn't going to die. He's the key to the entire plan. Once the spell has run its course, Magnus will rise again. It will be seen as a miracle. A sign of divine grace. Csak nem a Division. Mi vagyunk a Division? A Ghost Recon? Breakpoint? The Americans will rush to proclaim him emperor. Hogy maga az intro hosszabb volt, mint maga a játék. De amúgy... Hát nem tudom, az intro sem mondható hosszabbnak, mint az a játék, hogy úgy nézzük, hogy... Goda! Kurva nyert! So you see, I don't hát mégis need a Breakpoint-nek annyi volt a tutorial része, hogy ez van túl. Erről aztán magyarázza az irányítást. No, that's not right. You said I would be the next Chaos Lord. That was the point of stealing the relics. The Horde was to be mine. That wasn't what I said. You lied! Hazudtál nekem, meg blablabla, meg ilyenek. You witless fool! Show you power! No, megütötte. És most kiírja. Hopp! Legalább az alatt kinéz. Ez... És most tudjunk megvalósulni. Javaj! Hú, majd járt a szemben! Hát ilyen, de van a HP-ja. Szerintem utána aztán nem tudtél, és én nem szerintem az, amit gondolt, most így kiadott, tehát hogy így messze nem lesz olyan hosszú, mint a dialógus. Jó, mondjuk hozzá kezdeni elsősorban ezeket a idránokat, ezt a Mikerisztel, de... Hát az a 300-400 ezer, de nincs ilyen egyet akkor. De azért, tehát, hogy mi se szégyelhetjük a damage-et, tehát hogy van bőven. Hát az biztos. De konkrétan, hogyha úgy nézzük az atakommal, úgy másodpercenként úgy vagy egy millió atakot le. És akkor ennyi volt a sztori. The curse had been broken. Free from the corrupting touch of chaos, Magnus recovered quickly, thanks to the work of Teclis and the Sigmarite priests. Úgy gondolnánk, hogy rosszul kellnénk. Not long after, the Elector Counts gathered in Nome to proclaim Magnus as their emperor. The great war against chaos was over, and the empire of man had been restored. A great victory has been won. The fires of the great forges are burning again, and the wheels of industry have begun to turn. You believe your father would be proud. The difficult task of rebuilding the empire has only just begun, and though Hellspeth Bale has been defeated, other enemies across the old world and beyond will surely rise to take her place. Let them come, by Grunyi! Ne skippeld már legalább, az izét ne skippeld el.
És miért kell, melyik kötök volt ekkora paraszt? Nekem én most nem skipeltem, én még a izét néztem meg a saját akkor történeten. Akkor ez mi a fasz volt? El lett vágva? Mi a fasz? Nekem befejeződött. Nekem nem. Akkor a Tominak valami olyan kibaszott rövid volt, és amiatt skipelt el nekünk. És azért skipelt a tél. Igen. Azt hiszem, hogy csinálsz a dialógusod. Hát ez kurva jó, hát... Hát nekem egyszerű volt, annyi volt, hogy izé, nyertünk meg mindent, de még mindig bánt engem az, hogy a tesóim meghaltak, de nem baj, te most apítani fogod a népet, bárki jöjjön, megölöd, és ennyi. Ha, értem. Csak ez egy kicsit így érdekes volt, tehát most úgy éreztem... Ami nem gondoltam volna, hogy ez most így skippeli a téteket, hát ez azért ez teljesen már. Kicsit most úgy éreztem magam, mint izé, József a... Jézus Krisztus is a Szűz Mária mellett, hogy ezért Jézus keresztül feszítik, fölmegy a mennybe, Mária öregségbe, meg ha fölmegy a mennybe. És akkor József az úgy csak néz, hogy gyerekek, jó volt együtt, szép volt együtt, további sok siker. Én már végeztem. Ez így ennyi volt. És most még, meg tényleg megnézem a tatyúmat, de hogy semmi olyanom nincs, amit még felvesztem, úgyhogy... Donation, trade all, my friend. Trade all, my friend. That's the first priority. Please, let them come to kingdom. Come to rise the new golden age, and fury of the mountain, and give us our. Peace! Na hát... Jók lányok, ez volt akkor azt hiszem a Chaos BV játszásunk, úgyhogy... Végig darálás. Habletyú... Lecsavnev, vagy nem tudom. Ez az utolsó fejezet, aztán tényleg semmi nem volt már. Úgyhogy ahogy Hoffi mondaná, hát ez is leszerepelt. Hogy neked mi az a kék húzus, ami folyamatosan megy, Dominik? Nem tudom, ez nem tudom mióta van. Csak úgy van. Jó van. Hát akkor... Összetem, hogy van púzusom. Én el is köszönök tőletek. Srácok, fiúk, lányok. Remélem tetszett nektek a kioszben végigjátszás. És akkor ami így most a következő ilyen közös kooperatív játékunk lesz, az ugyanúgy a Warhammer világába vezet bele minket, csak most megyünk a középkorból át, középkori fantasyból átmegyünk a skifi fantasyba egy kicsit. Ugye? Jól mondom? Skifi fantasy, vagy csak sima skifi? Szerintem... Nem, skifi az bőven elég, mert az science fiction. Tudom, hogy science fiction a skifinek a... Szerintem a skifi elég. Ja. Tehát belemegyünk a skifi shooteres, ugyanilyen RPG felnézetes játékba, amit már ugye egyszer így live voltam. Igen, hogy kiundókoltam ezt a skit, csak nem tudom, hogy hogy is ezt csinálom. Nem tetszik most neked a karámod? Mi a bajod? Na, ezt el kell akkor rendezzem veled. Na, szóval, akkor fiúk, lányok, még egyszer. Köszönöm, aki itt volt. További szép estét kívánok mindenkinek, és találkozunk holnap egy újabb live-ban, én valószínű, hogy meg foglak titeket lepni most már végre egy God of War folytatással, aztán nem tudom, hogy utána így mi lesz. Hát így már nem meglepetés. Igen. Tomi kusolja. Na, szóval... Ne szóld el a logikai hibáit. Ne jinxelje itten, jó? Szóval...
Szóval akkor God of War-t folytatni fogom nektek, valamint vagy összejön a Space Hulk, vagy nem tudom, ez még kiderül. Én minden esetre én nagyon benne vagyok, mert ki akarom próbálni azt is, hogy milyen. De lehet, hogy aztán azt mondjuk, hogy hát ez fósabb. Úgyhogy az már kiderül holnap, vagy a közeljövőben. Aztán most már szeretném nektek szépen lassan elkezdeni a Last of Us-t, ugyanis ugye jó ideje már a levegőben van az a szavazás, és aktív. Úgyhogy lassan most már értem a célzást, és hogy Last of Us. Megpróbálok végre valami single player-t is befejezni, és akkor ami olyan semleges, és nem egy játéksorozat valahányadik része, és akkor ígérem, utána egyből bele fogok kezdeni nektek a Last of Us-ba. Tudom, hogy már nagyon várjátok. Egy kis türelmet még kérek tőletek, mindennek eljön az ideje. Csüssz! Jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok!